1990-ben a lengyelországi Serokban tartották a 4. Roma világkongresszust, amelyen április 8-át kikiáltották nemzetközi Roma nappá. Azért ezt a napot választották, mert 20 évvel azt megelőzően kezdődött a London melletti Chelsfieldben az első roma világkongresszus, ahol Magyarország képviselői is tanácskoztak a cigányok helyzetéről. Hangzott el Molnárné Balogh Éva tanítónő megnyitójában, majd a jelenlévők elénekelték a magyarországi cigányság himnuszának tekintett Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, melyet az iskola diákjainak irodalmi összeállítása követett. A cigány népismeret tanórák és a cigány kultúra foglalkozások kiegészítéseként született meg az immár 12. alkalommal megrendezésre kerülő Roma projekt rendezvénysorozat. Ezt idézték fel fotókon, majd a köszöntő után jelképes ajándékkal és oklevéllel köszöntötte Szentesiné Nánási Tünde igazgató azokat, akik segítették a Roma projektet. Szepesi Tibor polgármester, Sági István tankerületi igazgató, Kisnés Ós Ágnes szakmai igazgató helyettes, Varga Mici István elnök egy-egy virágcsokorral köszöntötte Molnárné Balogh Évát, aki a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Balázs János díjat vett át a roma kultúráért és oktatásért, a hátrányos helyzetű emberek felzárkózásáért, tevékenységéért. A köszöntés után megnyílt az iskola volt tanítványainak, Tóthné Balogh Erzsébetnek a Lélek tükre címmel kamara kiállítása. Első akrilképe 2022. október 12-én készült el, ma már sokféle technikát alkalmaz. Hobbi szinten próbálgatja tudását, műveit, érzelmei, lelkivilága aktuális állapota, hangulata határozza meg. Saját tudását autodidakta módon fejleszti, gyarapítja. Örömmel tölti el, hogy érdeklődnek a festményei iránt, most be is mutatja őket.